akkor talán úgy sorjában, hogy milyen családban, mert attól onnan indul az élettel. Ez egy, a mi családunk, a Györki Villán, az egy nagyon régi erdélyi arisztokrata család, akik a trianoni országcsonosítás után jöttek át Magyarországra, bár édesapám 1907-ben, tehát még bőven a monarchia idejében született. Érdekes módon ő a mai Ukrajna területén született, ami akkor a monarchia területé volt, bizonyos Krakovjesz nevű kis község egyik grófi kastélyában, hiszen nagyapám huszárkapitányként ott szolgált, és a főtisztek vihették magukkal a családjukat, hát ott született a garnizonba édesapám. Én már Budapesten születtem a II. Világháború után, 1948. november 15-én, ami már a kor is és a hely is meghatározza azt, hogy egy ilyen származási család hogy élt akkor, mint élt akkor, mi történhetett vele. Hát velünk is az történt, ami a legtöbb ilyen családdal, teljes vagyonvesztés, bizonytalan egzisztencia, bizonytalan lét, és utána természetesen a kitelepítés 1951-53-ig. A kitelepítésben nagyon nehéz körülmények között a járságba kerültek. Nagymamám, dédapám, akik ott is haltak meg, pontosan a kitelepítés nagyon körülményei között, és nekünk olyan véletlen szerencség volt, hogy pont a mi szűkebb családunk, tehát édesanyám, édesapám és mi ketten a nővéremmel nem kerültünk bele ebbe a szórásba, de azért nagyon jól emlékszem a hétvégekre, amikor utaztunk ki a rokonokhoz, a szüleinkhez, ezekre az eldugott helyekre, és vittük nekik az élelmiszert, mindent, amire szükségük volt. Az, hogy hogy éltem, hogy nőttem föl, azért az egy kicsit hosszú lenne és bonyodalmas lenne. Minden esetre, ami egy meghatározó élmény számomra 1956, hiszen még csak 8 éves voltam, de minket annyira tudatosan neveltek a szüleink, tehát nagyon, amennyire egy 8 éves gyerek a hazai viszonyokról, társadalomról, politikáról tájékozott lehet, és amennyit 8 éves fejjeledől megérthet, azért azt mindig tudtuk. Tehát érdekes kettősség jellemezte az embernek a fejlődését, tehát egyszer megvolt az otthoni családi konzervatív nevelés, tehát a keresztény nemzeti szellemben való nagyon határozott irányú nevelés, ugyanakkor a tudatunkra ébredés legelejétől kezdve belénk nevelték azt, hogy mit szabad mondani otthon, és mi az igazság, és mit szabad mondani, amikor nem otthon vagyunk. Ez olyan érdekes reflexként ivódott be az emberbe, hogy én nem is emlékszem, hogy az életem során valamikor is tévedtem volna. Tehát ez olyan magától értetődő automatizmus volt, egy ilyen kettős védelem, mint a lélegzetvétel. Soha el nem tévesztettük az iskolába, vagy olyan környezetben, ahol vigyázni kellett erre. Nem is igazán magunk miatt természetesen, hanem a szüleink miatt, hiszen bármikor, bárkit, bárhova elvihettek, és az, hogy mikor került haza, vagy haza került volna, az egyáltalán nem volt biztos. Tehát ebben a közegben, ebben a légkörben nőttünk fel, ami nem azt jelenti, hogy nem éltük a normál gyerekek normál életét, tehát hiszen a fiatal, a gyerek azért mindenhol megtalálja maga örömét, a maga kis világát. Tehát 1956-nál tartottunk. Ez egy olyan meghatározó élmény számomra, hogy amikor azt gondolja az ember, hogy hú de kár, hogy elszálltak az évek, évtizedek, megöregedett, mondjuk úgy, hogy korosabb lett, akkor mindig arra gondolok, hogy kárpótlásként én élőben megélhettem ezt. Élőben láthattam, érezhettem ezt az egész csodát. Ez egy olyan élmény, ami megéri, hogy akkor születtem, vagy akkor voltam fiatal. Tehát 56, majd az következő évek, aztán a gimnáziumi évek. Az is egy érdekes történet, mert a Rózsadombon éltünk, Rózsadombon laktunk, és a Rákóczianum korábban, később az én időben már II. Rákóczi Ferenc gimnáziumnak hívott tanintézmény, abban az időben az ország első három legjobb gimnáziumba, legszínvonalasabb gimnázium volt, és ez sem véletlen. Azért nem véletlen, mert az elcsapott paptanárok, amikor a rendeket feloszlatták, és az egyházi iskolák többségét a kommunista diktatúra megszüntette, akkor ezek a kitűnő paptanárok egy részét célnekeresztették, más része pedig be munkát kapott a különböző állami gimnáziumokba. Ugye a Rákóczi gimnáziumban kitűnő tanárok tanítottak, volt paptanárok, Ferences rendiek és mások, és összehasonlíthattuk az ő
fantasztikus tudásukat és emberi nagyságukat azokkal a hitvány minden onnan szalasztott kommunista oktatókkal, akik ott összeszkedtek pártitkárként és tanári címmel felruházva. Csak egy érdekes dolgot mondok, hogy mikor elolvastam először az iskola tanárainak listáját, illetve oktatói karát, ahol meg volt jelölve a születési év, a képzettség és a szak, amit tanít, az egy nagyon beszédes lista volt, ugyanis ilyeneket lehetett olvasni, hogy XY végzettsége görög-római jog, vagy görög-latin-római történelem, oktatott tárgy fajtai ismerete. Vagy olyat olvastunk, hogy eredeti foglalkozás, Kossuth-díjas költő, oktatott tárgy fémipari ismerete. Ezeknek mind nevük is van ezeknek az embereknek, és emlékszem is rájuk. És egy csomó olyan egyetemi tanár is tanított, aki valami miatt 1956 után kikerült az egyetemből. Egyet név szerint megemlítenék dr. Jablonkai Pált, aki az Orvostudományi Egyetemen tanított, és 1956-ban részt vett az eseményekben. Utána visszaminősítették gimnáziumi tanárra, ahol fantasztikus színvonalon oktatott, és a pedagógiai munkássága is kiváló volt. Amit én később az egyetemen úgy kamatoztattam, hogy félig meddig abból éltem 5 évig, amit ő tanított. A sors, illetve annak a kornak a jellemzője, hogy mikor én már leérettségiztem, rá egy évre volt egy tanártársának egy temetés, ahol ő elmondott egy Prohászka Ottokár verset, ezért kirúgták a gimnáziumból, kitiltották Magyarország összes gimnáziumából, és végül általános iskolai tanítóként ment nyugdíjba. Ez egy azért jellemző történet, mert azt jelzi, ahogy a kommunista diktatúra megbecsülte, idézőjelben, vagy nem becsülte meg a hihetetlen szellemi értékeket és embereket. Nos, tehát a Rákóczi gimnáziumnál tartottunk, ott érettségiztem, utána 2 év munka következett különböző érdekes helyeken. A mai fiataloknak nem sokat mondasz, hogy figuráns, de abban az időben az egy ilyen jellegzetes foglalkozás volt. Az egyetemre akármi miatt fel nem vett fiatalok, egy része oda ment. Ez a figuránsi munka, ez földméréssel foglalkozó beosztás volt, és a jellemzője, hogy az egész országot be lehetett utazni munkaköri feladatok végzése céljából, ezért még pénzt is kapott az ember, rengeteg élmény gyűjtött, rengeteg tapasztalatot, és utána mentem az egyetemre. Az első 2 évet a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végeztem, majd 71-72-ben voltak ezek a március 15-i tüntetések, amiről remélem azért hallanak valamit a mai fiatalok. Hát én is benne voltam természetesen, amennyire csak benne lehetett lenni. A zászlót is kellett valakinek vinni, úgyhogy meg is kaptam a jutalmamat. Eltiltottak először örökre, majd 2 évre az összes felsőoktatási intézményből kizártak. 2 év múlva kaptunk egy könnyebbséget, nem akarom az amnestia szót használni, mert az nagy képű lenne, de kaptunk egy lehetőséget, hogy az ország legtávolabbi egyetemén, az akkor éppen Debrecen volt, lehetett folytatni a tanulmányokat, és ott végül is 77-ben szereztem meg, 10 évvel az érettségi után szereztem meg az agrárnémeki diplomámat. A jó eredménnyel egy természetesen lótenyésztésből értem a diplomamunkámat. A lovakkal nagyon korán kapcsolatba kerültem, hiszen amikor említettem a családi származást, ez nem csak egy bárói család, egy főnemesi család, hanem egyben egy hagyományos huszár család is. Valamennyi férfi ősöm, édesapám is hivatásos kis volt, százados, de ő volt az egyetlen, aki nem a huszároknál szolgált, de nagyapám, dédapám, mikapám, anyai oldalról is mindenki a huszároknál szolgált hivatásos tiszti beosztásban. Tehát ez meghatározta egy kicsit a családi légkört is, amit már említettem, a neveltetést, és azokat a hagyományokat, amit kiskoromtól kezdve napinknak hallottam, mindig elmesélték, hogy milyen család vagyunk, a huszárősök előjöttek, a családi fotók, az arzi fotók, a festmények,
és az egész légkör ilyen irányba terem. Hát érettségi után az Agrár Egyetemnél azért nem tenni, mert jóval szerettem volna foglalkozni. A diplomamunkámat is abból írtam, lótenyésztésből, csikónevelésből, tehát egy elég jól determinált életvitelt állt előttem. Hogyan került kapcsolatba a lovas? Igen. A lovas embernek, amikor a lovas pályát választja élethivatásul, akkor általában egy olyan sablonos életútja alakul ki, hogy először versenyezni, fiatal természetesen elkezd versenyezni, aztán a tenyésztésbe kerül, és szépen lassan kialakul az, hogy melyik ágát választja ennek a rendkívül széles spektrumú foglalkozásnak. A lovas turizmus csúnya szóval kényszerből került az életembe, hiszen egy idő múlva látszott az, hogy akármilyen lelkismeretesen csinálja az ember a versenyzést, akármilyen gondosan a tenyésztést, sőt akármilyen jó eredményeket ér el a tenyésztés terén, egyre nehezebb megélni belőle. A 70-es évekről beszélünk, amikor a lótenyésztés az állami szerepvállaláson túl nagyrészt a termelőszövetkezetek vállalni nyugodott, ott pedig nagyon jellemző volt az, hogy egy-egy TSZ elnök kényekedvére volt bízva, hogy lesz-e ott tenyésztés, marad a tenyésztés, vagy nem. Hát furcsa ezt elgondolni, hogy elvileg ez egy közösség volt, egy szövetkezet, de igazából egy személyi uralom volt, ugye a párt által támogatott és kineveztetett, vagy megválasztatott TSZ elnök, az mondjuk itt egy élet és halál ura volt, tehát ő döntötte el, hogy csinálunk lovat, vagy nem csinálunk lovat. Nos, tehát eljutottam egy olyan pontra, amikor nagyon nehéz volt, egyre nehezebb volt fenntartani azt az életmódot, illetve azt a tenyészetet TSZ szinten is, amit csináltam, és ahol elég eredményeket sikerült elérni, és azt kellett eldöntenem, hogy maradok-e továbbra is a lótenyésztés, illetve a lovas élet útján, és akkor olyan ágát kell választanom, ami a megélhetést is biztosítja. És abban az időben a lovas turizmus volt ez a terület. Tehát ez egy kompromisszum volt. Nem mintha a lovas turizmussal egyébként bajom lenne, csak nem, lelkileg sosem állt olyan közel hozzám. Most tudom, hogy ez furcsa, mert ha az életutamat valaki ismeri, akkor azt látja, hogy egy vezető szakember vagyok a lovas turizmus terén. Tehát ha már elvállalt az ember, akkor lelkismeretesen végigcsinálja, de az mindig csak eszköz volt, egy magasabb rendű cél, a lovas kultúra, a tenyésztés és a sport eléréséhez. Kérlek szépen, a Magyarország lovas turizmus az megítélésem szerint maga szakmai területén magánviseli mindazokat a jegyeket, amit majdnem bármilyen más terület, egy-két kivétellel egy terület értékesebb tevékenység Magyarországon jellemzi. Tehát amilyen tevékenységet nézünk, ami egy kicsit értékesebb, mondjuk az én értékrendem szerint, mindegyik bizonyos hasonló jegyeket visel magán. Ez alatt azt értem, hogy egy kis válságban van mindegyik, szinte kisebb-nagyobb válságban, egy bizonyos, ennek megfelelően bizonytalanság van, nincs igazán átfogó koncepció, hogy mi lenne az út, az a közelebb és távolabbi cél, illetve főleg az eszköz, módszer, amin keresztül ezt a célt meg lehetne valósítani, a nem is olyan nagyon pontosan kitűzött célt. Tehát ezért kezdem ilyen távol ezt a választ, mert gyors válaszokat lehetne adni, hogy nem működik, hogy nincs vendég, hogy problémák vannak, hogy hitelválság van, ezer más dolgot lehet mondani, de az alapja nem ez, az alapja az, mint a legtöbb problémának van Magyarországon, hogy keveredés van, káosz van, nincs egy megfogalmazott koncepció, nincs egy távlati gondolkodás, és ami a legfontosabb, hogy nincs meg az a szilárd eszmei erkölcsi tudati alap, ami minden magasabb rendű emberi tevékenységnek az alapja és a kiindulója. Ez alatt azt értem, hogy ötletszerűen nagyon sok mindent lehet csinálni, és még rövid távon jól is lehet csinálni. De minden olyan tevékenység, amelyiknek az alapja egy szilárd tudati eszmei gondolati alap, az
magasabb rendű tevékenységet és hosszabb távon tud létrehozni. És minden olyan alap, ami csak rövid távú, esetleg hangsúlyozottan anyagi érdekű, az kizárólag csak addig tart, amíg az anyagiak tartanak. Azt hiszem érthető a párhuzam, és itt kicsit általánosabb területet tévedtünk az értékeknek a területéről. Nem igazi értékek mentén működünk sajnos, és ezt kéne megváltoztatni, és az nagyon sok mindent előre vinne, még a lovasturizmus is. A lovasturizmus azért bármennyire kőkemény üzleti tevékenység, az egyik leginkább olyan jellegű műfaj, ahol a legjobban személyfüggő. Tehát egy adott lovasiskolában, vagy egy lovas területen rendkívül nagy szerepe van annak, hogy milyen a vezető egyénisége. Szakmai tudása, emberi hozzáállása, kapcsolatteremtő képessége, lovas kultúrája. Ez eldöntheti, hogy nagyon-nagyon jól megy a dolog, és eldöntheti azt is, hogy a szakmaiatlanság vagy a nem megfelelő stílus nyomja rá a bélyegét arra intézményre, és akkor hát az nem is. Mit értünk régen a... Az jó. Az úgy jó. A régennek azért kérdeztem, mert ugye igazából lovas turizmusról kb. 30 éve beszélhetünk. 35 mondjuk így, de a lényeget jól megfogtad. Tehát szabad itt tegeződni, ugye? Köszönöm. Hogy miért működött jobban? Elmondok egy-két területet, és akkor azt már le lehet részleteire bontani. De legelőször is egy olyan sajátos világban éltünk, aminek érdekes módon ez egy előnye. Ez előnyt jelentett, ez a sajátosság. Nevezetesen a vasfüggöny mögött mi voltunk az egyetlen olyan ország abban az időben, ahol a hagyományos lovas kultúránkra épülhetett a lovas turizmus. Ez, ennek az okai érdekesek. Élt még és aktív volt az a régi huszártiszti réteg, akik ezt igen jól csinálták, ahogy egy idős huszártiszt barátom megfogalmazta, ők ezt élőben a fronton gyakorolták. A túravezetést, a túra lebonyolítását, a szakmai fogásokat, és ezt rendkívül ügyesen tudták adaptálni, átvinni a lovas turizmusra nagyon-nagyon magas színvonalon, hát értették a szakmát, nyelveket beszéltek, tudtak parancsolni a személyzetnek, és tudtak bánni a vendégekkel. Tehát egyszer a hagyományainkra ez jellemző volt. A másik, ami nagyon fontos, hogy Magyarországnak olyan sajátosságai voltak, ami ma is részben még megvan, hogy szinte korlátlan tereplovaglási lehetőségek voltak, amelyek összehasonlítva a nyugati lehetőségekhez behozhatatlan előnyt jelentettek. Nyugaton elsősorban német nyelvtörőt, de a francia csődéri latin nyelvtörőt is nézzük, sehol nem voltak ilyen jók a tereplovaglási lehetőségek. A harmadik ilyen ok volt, hogy óriási valutaéhség volt, ezt nem tudom, ma meg lehet-e érteni, hogy ez mit jelentett, és a diktatúra minden olyan tevékenységet, ami 3 dollárt hozott az országnak, elveit feladva támogatott és tűrt, azért, hogy ezt a deviza valutaéhséget valahogy csökkentse. Tehát ez is támogatta. Német nyelvterületről a megosztott Németországról tömegével jöttek a turisták azért, hogy a keleti rokonaikkal, barátaikkal itt találkozzanak Magyarországon, akár a Balatonnál, mint fő találkahely volt, akár a lovas turizmus területén. Tehát elmondtam már egy 3-4 olyan okot, ami már ma már nincs meg, vagy csak részben van meg. Ugyanakkor még egy nagyon fontos dolgot, hogy a rendszerváltozással és az európai rendszerváltozással együtt feloldottak ezek a kizárólagosságok. Ma már az egész volt keleti tömbben Lengyelországtól Románia déli oldaláig és Ukrajnáig mindenhol lovasturizmust fejlesztik a lovasturizmust. Erdély, hála Istennek, bármennyire konkurencia, akkor is örömteli fejlődésnek indult egy évtizede. Tehát egy óriási nemzetközi konkurencia jelentkezett. A magyar arányokról a rendszerváltás volt körülbelül 60-80 lovasiskola volt, most több mint 800. Ugyanakkor a lovas turizmusban résztvevő vendégek száma csökkent, hiszen egy generáció, egy nemzedékváltás figyelhető meg a nyugat-európai régióban, és az új generációnak már kicsit mások a szórakozási szokásai. Sportolnak ugyan, de
Az a szemlélet, az a természetbarát és romantikus szemlélet, ami akkori nemzedéket jellemezte, ma már nem látható annyira. A lovaglás technikailag jól űzik, de kicsit a fitness részének tekintik. Tehát nem a lószeretet és ennek az egész lovasvilágnak a szellemisége hagyja át őket, hanem az, körülbelül az, hogy mit jelent ez a szálkásításban és a nem tudom miben. Tehát egy kicsit így tudnám ezt a részét jellemezni. Tehát nagyon-nagyon összetett. A fő tevékenység természetesen változatlanul a ló, nem csak lovas iskola, hanem a magyar huszár katonai hagyományőrzésnek is az egyik központja, hiszen 14 évig, amíg elnöke voltam az Országos Szövetségnek, addig ez volt a székhelyünk is. Most, hogy örökös tiszteletbeli elnök lettem, az csak egy jogi formula, hogy nem ez a székhely, akkor még ugyanígy tovább működik huszár kiképző központként is, ami szintén a lóhoz kapcsolódik. Ezen kívül több évtizedre foglalkozunk vándorsolyom tenyésztéssel és kiképzéssel, valamint ennek megfelelően solymászattal, ami szintén a lovagláshoz is kapcsolható egyik legősibb magyar vadászati és kulturális tevékenység. Solymászattal 46 évvel ezelőtt kerültem. Annyi idős voltam pontosan, mint ti, vagy egy kicsit fiatalabb, és úgy kerültem kapcsolatba, hogy egy nyári munka során megismerkedtem, a Veszprémi Vadászparkban dolgoztam, és megismerkedtem Galántai Alavis Györgyel, aki történetesen huszártiszt volt, és földbirtokos a háború előtt, és ő a, úgy mondjuk, hogy az Európa, a klasszikus solymászat európai újjáélesztője, ő az atya ennek a csodálatos tevékenységnek, egy világhírű szakember, aki azonnal a szárnyai alá vett, hogy így mondjam, én pedig rögtön megéreztem, hogy ez lenni szokott, hogy ez egy olyan tevékenység, amire az Isten rendelt, van ez így mással is, akinek szerencséje van, az minél előtt találkozik ezzel a tevékenységgel. Így kerültem kapcsolatba solymászattal, és azóta minden rendületlenül csinálom. Azt kell még elmondanom, hogy ez ugyan majdnem olyan nagy szenvedély, mint a ló, tehát ha rangsort lehetne tenni, akkor igazából nincs értelme rangsort tenni, mert ha az egyik, úgy tudom én, 100%, akkor a másik 99,99. Tehát. De azért a sorrend a ló és a sólyom. Mi nagyon szeretjük a vendégeket, és nagyon szívesen adjuk a szolgáltatásainkat, főleg olyanoknak, akiknek azt látjuk, hogy megérint ez a csoda, a ló és a sólyom. De azért a legszebb az, amikor magunkban vagyunk, család. Ez egy soha el nem múló tevékenység, tehát nincs olyan, hogy most nincs vendég, és akkor a szekrénybe tesszük a lovat, mint más a puskát, vagy a más tárgyi eszközöket. Ez egy folyamatos, örökké működő dolog. Ezért szoktam mondani azt, hogy ez egy életforma, tehát nem csak munka, nem csak hivatás, hanem életforma. Természetes, hogy korán kell az ember, kezdi a lovaknál, aztán jönnek a solymok, aztán jön egyéb tevékenység, hiszen azért van itt más kutyák is vannak, és más állatok. Hát ez nekünk az életformának a természetes része. Nem mondom, hogy nem öröm és nem felüdülés minden nap, de azért ezzel rengeteg gond is van, és hát költség is persze. Mi az életformának a határon túl magyar területeket értjük? Jó. Így van. Tehát a hagyományőrzésről azt hiszem, hogy eléggé jó rálátásom van a dolgokra, mint említettem, az Országos Szövetség elnöke voltam, és most tiszteletbeli elnökként is napi kapcsolatban vagyok, sőt aktív részese a hagyományőrzésnek. Én azt látom, hogy ez az egyik üdítő kivétel a mai Magyarországon, a tekintetben, hogy teljes egészében a hagyományos értékek mentén működik, a magyar lovas kultúra, a magyar katonai kultúra, ezen belül a huszárhagyományok mentén rendkívül élő, rendkívül aktív tevékenység. Csak jót tudok mondani róla.
nem véletlen, hogy nem irányított, hanem egy természetes érzésből fakadó, önszerveződő tevékenységről van szó, amelyik jellemző módon nem tekinti az aktuálisnak a határokat. Erdélyben, ha azt mondom, hogy most 30 jó huszárcsapatunk van, akkor lehet, hogy tévedek, mert közben már megalakult egy nap, hogy újabb. Ez nem túlzás, tehát annyira jó a kapcsolat velük, és annyira dinamikusan fejlődő mozgalomról van szó, hogy egy külön világot jelent. A külön világ az azt jelenti, hogy a napi tevékenységünk, az ünnepeink, az együttlétünk, a táborozások, azok varázslatosan szép és hasznos és felemelő kulturális események. Ugyanakkor a társadalommal való kapcsolatunk is egyre szélesedik, tehát akik látják ezeket a dolgokat, látják ezeket a rendezvényeket, és ez a célunk is természetesen elsősorban a fiatalok felé, azok felismerik, hogy ez a saját kultúrájuk, a saját hagyományuk. Amikor azt látják, hogy valaki gyönyörű szép huszárruhában, csillogó-villogó lovon szolgálatokat, hagyományozó szolgálatot teljesít, akkor egyre több ember döbben rá, hogy hiszen ez a sajátunk, a mi kultúránk, ezek mi vagyunk. És ez az egyik legfontosabb cél tevékenységünkben, és egy mindennapi öröm, egy mindennapi visszaigazolás, hogy jót teszünk, hasznosat teszünk. A szövetség az egynek vagyok a tagja, az pedig a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség. Azon kívül ezen belül jó pár egyesületnek a tiszteletbeli tagja vagyok. Ez abból ered, hogy mi elég korán évtizeddel ezelőtt elkezdtük a minőségi fejlődést, a szakmai fejlődést. Gondoljunk arra, hogy régen se úgy magától lett a huszárság, hanem komoly ezredek voltak, ezredközpontok, kiképzőközpontok, tehát nap mint nap fejlesztették és gyakorolták a lovas szakmai tudásukat, a fegyverhasználatot, a katonai tudásukat, az alaki mozgásokat, tehát minden olyan feladatot, ami a huszár élethez szükséges volt. Ezt mi nagyon korán felismertük, és hasonló kiképző táborokat szerveztünk, úgynevezett ekvitációkat, összevonásokat. Ezeknek az elméleti kidolgozója és a több más bajtársam mellett én az egyik kidolgozója én vagyok, és az egyik legszebb tevékenységem és a legkedvesebb munkám az, amikor meghívnak egy-egy ezredhez kiképzőnek, és azokat a gyönyörű napokat együtt tölthetem a bajtársaimmal az egész ország területén, a Nagykunságtól, a Dunántúlon keresztül, Őrvidék, ugye, hogy pontosabbak vagyunk, ugye a Burgenlandnak hívják, vagy akár Erdélyben, vagy akár a Felvidéken, tehát amikor elmegyek ezekbe a kiképző táborokba, és minden nap éljük úgy a egykori huszáraj őseink életét, hogy kiképző tisztként adhatom át a tudásomat bajtársaimnak, ezek a legszebb és leghasznosabb percek, órák az ember életében. Tehát a kapcsolatunk rendkívül jó, és egyben biztosítja azt, hogy napra készen ismerem a különböző ezredeknek a tevékenységét. Az ismerethez az is hozzátartozik, hogy egy nagyon érdekes körképet kapok a Kárpát-medencei magyarság jellegzetességeiről, ugyanis például a jászságban a huszár ezrednél, mondjuk a jászsági valamelyik huszár ezrednél nagyon pontosan élnek azok a speciális jász hagyományok, amelyek a férfiak mentalitásától kezdve a tájszólásig csak arra a vidékre jellemzőek. Ugyanígy a Nagykunságban, ugyanígy a Kiskunságban, vagy akár Erdélyben, vagy akár a Dunántúlon, ha tartok kiképzést, ott mindenhol egy kicsit más és más, és ezekből az egyéni jellegzetességekből áll össze egy kicsit az egész magyarság képe. Na most, ha valaki kiképzőként és hát nyitott szemmel és nyitott szívvel részese lehet ennek az élménynek, azért az egy nagyon-nagyon komoly élményben részesül, tehát teljes körképet kapok a kicsit történelmi is ez a körkép, kicsit néprajzi, és természetesen a huszár hagyományokon keresztül a katonai jellegzetességet és a különbözőségeket is megmutatja nekem. Magyarország régen lovasodik. Egyre jobban kezdődnek elkezdődni a lovasodikon. De szerint mit kéne tenni ahhoz, hogy meg tudjuk ezeket úgy aktívan, hogy akármikor előtt tudjuk.
A lovas nemzet fogalom, ez egy örök vitatéma marad, és szerintem az eredője az, hogy nincs definiálva, nincs megfogalmazva, mi az, hogy lovas nemzet. Hiszen ha megfogalmaznánk, meg lehetne fogalmazni pontosan, akkor meg lehetne azt is vizsgálni, hogy a mai magyar lovas élet hogyan viszonyul ehhez a fogalomhoz. Kicsit dobálózunk ezzel a kifejezéssel, hogy lovas nemzet, és akkor mindig hallani véleményeket, hogy igenis az vagyunk, és föl tud sorolni 10 olyan érvet, amiért tényleg az vagyunk. A másik azt mondja, hogy nem vagyunk lovas nemzet sajnos, és 10 olyan érvet sorol föl, ami miatt el kell ismerni, hogy nem vagyunk azok. Tehát legelőször a fogalmat kéne tisztázni. Én egy kicsit vitatkoznék veled abban, hogy a hagyományok lassan múlnak el, nem? A hagyományok legalább 20 éve soha nem látott reneszánszát élik ma Magyarországon, és olyan felvirágzása van, amit nem is tudom, hogy a történelem során volt-e valamikor. Mondok egy-két példát. A pásztorhagyományok, amelyek a foglalkozás csökkenésével elmúltak volna, hogyha a idegenforgalom és az általában is említett lovasturizmus is nem kezdte volna használni őket, és a különböző puszta bemutatók, csikós bemutatók nem éltették volna újra. Gondoljunk arra, hogy nem csak a bemutatók technikai elemei, a ló, a karikásosor használata és az egész lovas mozgás az a hagyományokra alapul, hanem azt is, hogy azokat az eszközöket, ruhákat, stb. Ugyanúgy elő kell állítani most is, mint régen. Tehát ez magával vonza nem csak a tevékenységet, hanem azt a kiszolgáló kisipart, vagy díszműves ipart, amelyiknek a anyagi hátterét, vagy eszközhátterét adja. Tehát egy ilyen tevékenységet is indukál. Ami pedig az egyéb katonai hagyományokat illeti, például a honfoglaláskori lovas hagyományoknak olyan reneszánszát éljük az utóbbi 10 évben, hogy szinte követhetetlen. A legjobban szervezett, tehát a honfoglalás, ha a hagyományőrző tevékenységben a korszakokat nézzük, azok az egyik legegységesebb és legjobban szervezett terület az a honfoglaláskori ős magyar hagyományőrzés. Nem tudok olyan megyét mondani, ahol ne lenne 2-3 fantasztikus színvonalon működő hagyományőrző egyesület. Lovasi Jászat megszervezték ugye Kassai Lajos Lovasi Jász kezdeményezésére az egész Kárpát-medencében, és itt megjelölünk annak, hogy semmiféle határ nincsen ilyen szempontból, megszervezték a Lovasi Jász hajnokság rendszerét, és ez hosszú évek óta kiválóan működik. Gombamód szaporodnak ma is a huszár hagyományőrző egyesületek, de ugyanígy, vagy hát nem ilyen mértékben, de hál' Istennek a törökkori hagyományőrző egyesületek, amelyek nem csak lovas, hanem gyalogos, természetesen gyalogos hagyományokat is őriznek. Van külön olyan, nem is tudom, szekciónak nevezik, vagy szövetség, amelyik szövetségen belül, vagy azon kívül, de hozzákapcsolódva, amely kifejezetten a végvári kultúrát, lovagi, illetve lovas kultúrát elevenítette fel. Kapitányi rendszer van például, várkapitányok szövetsége, gyűlése szokott évente megrendezésre kerülni. Tehát az, nem is tudnám végigmondani az azt a rövid idő alatt, hogy mennyire fejlődött ez a dolog. Tehát akkor én neked örömmel jelenthetem, hogy soha ilyen fejlődésen és ennyire örömteli fejlődésen nem ment keresztül a magyar lovas katonai hagyomány, vagy a lovas hagyományőrzés általában, mint az utóbbi 20 évben. Egyelőre nem tudom, mit kell tenni, ez a lendület nem tört meg. Azt hiszem, hogy azért jó volt a kérdés természetesen. Szerintem azt kéne tenni, hogy az állami terület, amelyik most már egyre jobban felismeri ennek az értékét, az ne csak akkor támogassa ezt a tevékenységet, amikor valamilyen aktuális érdeke fűződik hozzá, hanem általában ismerje fel azt, hogy ez a tevékenység, ez egy állami feladat is. A civil társadalom vállalt fel egy olyan állami feladatot, hiszen a hagyományőrzés általában, mint a kultúra része, állami feladat. De sehol nem lenne, semmilyen lábon nem tudna állni igazán, hogyha egy óriási civil bázis nem állna mellette és mögötte, és nem lendíteni előre ezt az egész ügyet. A kérdésre, hogy lehetne ezt jobban előre vinni, talán egy kicsit a jobb szervezettséggel, tehát az, hogy a szervezettség utolérni a mozgalmat.
Tehát ezt úgy kell érteni, hogy én azt látom, hogy megalakulnak a szervezetek, szövetségek, és amikor egy kicsit egységes koncepció kellene kezdenek kialakulni, akkor mindig azt látjuk, hogy újabb burjánzanak ezek a örömteli persze, ezek az újabb egyesületek, és nem tudja a szervezettség utolérni a mozgalmat. Ennek azért lenne jelentősége, mert ha kicsit átfogóbb és önmaga által irányítottabb lenne, akkor sokkal hatékonyabban tudná a saját érdekeit akár állami területen képviselni. Gondolsz a pályázatokra, a különböző állami támogatásokra, tehát ebben láttam a fejlődés lehetőségét. Én is köszönöm.